401-es. 401-es. Köszönöm, várjuk. A világ legnagyobb bulija lesz! Simon. De valami elképesztő ez a hely. De van itt minden. De annyit teszel, amennyit akarsz, meg felhozzák a csomagot, meg képzeld. Van a recepción ingyen tól. A beszarás! Akkor ez esetben fölhívnám a figyelmedet erre. No ne! A legénybúcsút jó barátok szokták megtartani, mielőtt az egyikük megházasodik. A mű írója Szente Vajk, színész, színpadi szerző és Nagy Sándor rendező szintén jó barátok. Melléje humoros, vidám figurák is az életben. Mi sem volt kézenfekvőbb számukra, mint megalkotni színpadra egy vígjátékot. Ők ketten játszották amúgy az eredeti verzióban a játékszínben, amit ezt pár évvel ezelőtt mutatták be Budapesten, fergeteges sikerrel, és utána Fülöp Péter igazgató úr, a Kaposvári Színház igazgatója kezdeményezésére a Móri Zsigmond Színház Nyíregyházán, a Kaposvári Színház és a Pécsi Nemzeti Színház egy ilyen közös koprodukcióba egy teljesen új szereposztással bemutatta Kaposváron is 2022. februárjában, és azóta nagyon nagy sikerrel játsszuk, és végre elhoztuk ide Pécsre is. Az egyik a vicces csoki. Várjál, fölírta nekem ide a srác részletesen, hogy melyik mire jó. Ezt mondja, ettől röhögni fogtok, mint állat. Ez tényleg részletes. Elég az. A másik a kiütős csoki. Ha túlpörögnél, ez leszedál. De a legjobb, a lényeg, öregem, az a harmadik. A szexi csokoládé. Az meg begerjed el tőle. A házasodó barátot Simont Vidákovics Szláven alakítja. Nekem lesz a legény búcsúm. Én házasodok meg a darab szerint másnap, és még egy görbe estét csapunk. Egy Angliába játszódik amúgy a színdarab. Egy angol szállodában nagyon furcsa dolgok fognak benne történni. Ugye a legény búcsúk alkalmából legtöbbször a felek szoktak sztriptiztáncos nőt is hívni, és hát nagyon-nagyon sok, nem akarom lelőni a poénokat, fergeteges az előadás, szóval percről percre olyan hihetetlen, váratlan fordulatok történnek, amit én úgy érzem, hogy nem lehet megunni, és fantasztikus siker. Nem! Biztos, hogy nem! Ez az enyém. Diétás, tudja, éppen fogyókúrázom, és pocsék íze van. Hát, azt nem csodálom. Na, én megyek. Még visszajövök. Jaj, te szép lenne! Sarkadi Kis János Alex szerepében az odaadó hűséges barát, akitől őszinte férfiúi támogatás várható. Ez egy jóban rosszban tűzzel-vassal barátság, azonban nem minden sikerül az eredeti tervek szerint, a legjobb szándék ellenére sem. Ő az, aki a bonyodalmakat okozó csokoládékat hozza. Sarkadi Kis János számára jó kirándulás egy ilyen vagy hasonló vígjátékba játszani. A nyári színházak általában akkor sülnek el jól, hogyha azok vígjátékok. Tehát sok nyári színházban vettem már részt, és tapasztalatból mondhatom, hogy azért a vígjátékokra sokkal inkább veszi a néző a jegyeket, hiszen nyáron nyaralás közben inkább nevetni szeret, mint gondolkodni, idézőjelben mondom. Az, hogy melyiket szeretem jobban játszani, nyilván a vígjáték az egy nagyon hálás történet. Színészként viszont azt gondolom, hogy talán az elgondolkodtatóbb karakterek, amik hát nyilván a bonyolultságoknál fogva jobban, nehezebben kibonthatóak, és egy próba folyamat alatt születnek meg az ember lelkében, kezei alatt. Azok azért színészként nekem mindig izgalmasabbak. Ez egy egyszerű, lineárisabb szerep, hiszen egy estétől elállt az egész történet, és eljutunk A-ból B-be. Nyilván nem árulok el nagy titkot, hogy ezért happy end lesz a vége, és jó megélni azt a fajta felhőtlen szórakozást, amit a mi bumfordiságunk által a nézők 2 óráig élvezhetnek. A nyári esték közönsége élvezte a nagy sikerű produkciót, a lelkes taps, mint a színészek legfőbb jutalma, bizonyította az előadás elérte célját.
Na jó, akkor mégis csak elmondom. Szóval Elton John, Robbie Williams és Kylie Minogue egy fergeteges koncert után kissé kapatosan támolyognak hazafele a kertek alatt. Egyszer csak Kylie megbotlik, és estében beszorul a feje a kerítésrácsok közé. Robbie Williams ezt meglátva azonnal kihasználja az alkalmat, fölhagyja a szoknyáját, és hátulról egy irgalmatlan nagyot oda dörrent neki. Aztán rámutat Elton Johnra, hogy most te jössz. Erre Elton John elkezd keservesen zokogni, de vigasztalhatatlan. Kérdezik tőle, hogy Elton, hát mi a baj, mire Elton John? Nem fér be a fejem a rácson!